Az intézmények közös karácsonyát korábban az általános iskolákban tartották. Idén első alkalommal a Vajda János gimnáziumban látták vendégül az igazgatókat. Ezen az eseményen köszönték meg az Emberi Erőforrások Bizottságának és az önkormányzatnak azt az összesen 1.250.000 forint értékű támogatást, amit a karácsonyi ünnepségek szebbétételére kaptak korábban az intézmények. Nagyon nagy örömmel vettük ezt a, azt mondanám, egy figyelmességet gyerekek részére. 30.000 forint értékű ajándék lehetőséget kaptunk Keszthelyváros önkormányzatától, az Emberi Erőforrás Bizottságától, és ezt a gyerekeknek mi szaloncukor, illetve kisebb ajándékok formájában juttattuk tovább a 450 diákunk közül. Mindenki kapott egy apró figyelmességet, és ez igazán nagyon fontos volt a gyerekek és számunkra is. Hagyomány ez. Csótár András, az Emberi Erőforrások Bizottságának elnöke elmondta, az intézmények közös karácsonya az összetartozást jelképezi. Kiemelte, bár az oktatási intézményeknek más és más a fenntartójuk, egy a céljuk, a Keszthelyen tanuló gyermekek nevelése. Mint elmondta, ez az esemény jó alkalom arra is, hogy közvetlenül tudjanak beszélgetni egymással az igazgatók. Nem titkolt cél az is, hogy az intézményvezetők a nagy rohanásban, az egyébként szerteágazó feladatellátásban így évvégén egy kicsit össze tudjanak találkozni, kicsit meg tudjunk ismerni egymás helyzetét, nehézségeit, esetleg örömeit, és ezzel kapcsolatban tudunk lenni, kapcsolatot tudunk tartani egymással, ami nagyon fontos, hiszen mégiscsak egy közösség sikeréért dolgozunk. A beszélgetést követően az intézményvezetők a Vajda János Gimnázium Dalol az Osztály című rendezvényére kaptak meghívást. Ezek a diákok is részesültek az ajándékokban. Keszthelyváros önkormányzatának ugyanis kiemelt célja, hogy a gyerekeket is folyamatosan támogassák. A gyerekek jelentik a településnek, a városnak a jövőjét, minden közösség szempontjából fontos, és kiemelten kell, hogy kezeljük azokat az intézményeket, azokat az oktatási intézményeket, vagy akár az óvodát, ami a gyerekekkel foglalkozik, hiszen már nagyon fontos az, hogy már kisgyermekkorban, illetve kicsit nagyobb gyermekkorban is azokat az értékeket meg tudjuk mutatni, meg tudjuk tanítani a fiataloknak, amik később majd az egész életüket jó értelemben befolyásolják. A vajdások népszerű slágerekkel és musicalekkel szórakoztatták a közönséget.